Megköszöntöm a sajtó megjelent munkatársait a Mi Hazánk Mozgalom sajtótájékoztatóján, melynek témája Sádör György és Varga Judit elmozdítása után teljes megtisztulást követel a Mi Hazánk Mozgalom a végrehajtói karban. Hangzatos kijelentések jöttek napvilágra a végrehajtók felügyelő hatóságától, egyben zéró toleranciát is elvárnak a végrehajtóktól, jogszerű és szakszerű empatikus tevékenységet is, és teljes megtisztulást ígér a szuperhatóság. Ezzel beismerték azt is, hogy nem csak a korrupciós botrány probléma végrehajtásban, hanem igenis rendszerhibáról van szó a jelenleg Magyarországon, majdhogy nem teljes egészében a kifosztásról szóló végrehajtásban, ami ugye nagyrészt a végrehajtók hibája is, akik az egészet működtetik, és ugye az őket hatalomban tartóké is. A felügyelő hatóság elvárásaival egyetértünk egyébként, és támogatjuk ezeket az irányelveket, de a szuperhatóság az elmúlt másfél évben, mióta betölti szerepét, igencsak szemet hunyt sok dolog felett. Kezdjük ugye ott, hogy dr. Sádör Györgyöt az előzetes letartóztatásba helyezését követően nem váltották le azonnal elnöki pozíciójából. Nem tettek azonnali lépéseket annak irányában sem, hogy a régebbi elnökséget leváltsák, és az új elnökség megválasztása tárgyában sem. Ezzel a két lépéssel kellett volna ugyanis kezdeniük a Sádör-Völner botrány kirobbanása után. Ezzel ellentétben majdhogy nem másfél éven keresztül tartották pozíciójukban őket, és az elnökség választás is a Fidesz általi kézi vezérlésévé vált. Most már az új elnök előtt tették le az esküjüket a végrehajtók, de a közel 500 régebben kinevezett végrehajtóknak ugye a jogszerűségét és jogtalannak tartjuk nekik a kinevezését, amihez szintén asszisztált ugye a felügyelő hatóság. Addig nem beszélhetünk teljes megtisztulásról sem, amíg a Sádör rendszerhez köthető személyek különféle pozíciókban tetszelegnek. A Mi Hazánk Mozgalom Sádör György, Varga Judit és az elnökség elmozdítás után teljes és valódi megtisztulást vár a végrehajtói karban. Éppen ezért ideje lenne felülvizsgálni és lemondatni a kar hivatalvezetőjét, dr. Takács Katalint, aki továbbra is a helyén van, miközben élettársa szintén a büntetőeljárás vádlottja volt. Látszott cselekvések és késedelmes lépések helyett ideje lenne nem csak a karban, hanem a végrehajtási törvényben is mielőbb rendet tenni.